Egy perces megemlékezéssel kezdődött a DKK és a Fehérvár vasárnapi összecsapása. A felek a 10 évvel ezelőtt autóbalesetben elhunyt Kulcsár Anitára emlékeztek, akit később a világ legjobb játékosának is megválasztottak. A hazaiak kezdték a találkozót, bár az első gólt a vendégek szerezték, Máté Fieszter lányai fokozatosan átvették a játék irányítását, és Trippo Ágnes bravúrjainak köszönhetően a félidőben 12-10-re vezetett a Kohász. A Mátéfi csapat remekül kezdte a második játékrészt, és 8 gólos előnyre tettek szert. Innen még 3 gólra feljött a fehérvári együttes, de sorrendben Takács, Bulat, majd Ferling is betalált, kialakítva ezzel a 25-20-as végeredményt. Nagyon fegyelmezetten és koncentráltan játszottak a játékosaim, és ez meg is hozta a gyümölcsét, mert egy ilyen rangadon ez különben nem működött volna. Az is fontos volt, hogy a csodálatos közönségünk előtt szerintem sikerült egy nagyon jó játékkal, nagyon nagy küzdelemben, óriási szívvel, ahogy küzdöttek a lányok ezt a győzelmet kicsikarni, és nem utolsó sorban Kulcsár Anita emlékére is szerettünk volna méltóképpen emlékezni, és úgy gondolom, hogy ez méltó volt ahhoz, amit ő képviselt a magyar kézilabdában. A vendégek vezetőedzője hangsúlyozta, az eredmény ellenére továbbra is a legjobb 4 közé kerülés az együttes célja. Bakó Botond véleménye szerint a vereség a sok sérült, valamint a mentális fáradtságnak köszönhető. A második félidőben az első 7-8 perc nagy mértékben hozzájárult a végeredmény kialakulásához, de volt erőnk és volt tartásunk, és föl tudtunk állni. Azt gondolom, hogy 21-19-nél, 22-20-nál ismételten nyitott volt a mérkőzés, és ráadásul meg is volt a lehetőségünk, hogy akár még szorosabbá tegyük, vagy megfordítsuk. Nem tudtunk élni ezzel, nyilván erre az időszakra már azért mentálisan és fizikálisan is nagyon elfáradtak a játékosaim, nagyon kevesen voltunk, és ennek is köszönhető a hiba. Hétvégi győzelmével a DKK a 22 ponttal a harmadik, az Érd a Fehérvár gárdájával holtversenyben a 4. helyet foglalja el a tabellán.